Sziasztok, Erik vagyok, és ez itt a Yu-Gi-Oh! Comic-Rev csatorna. Beszéljünk egy kicsit a Structure deckekről. Ugye, mint ahogy sokan tudjátok, a Structure deckek elsődleges célja mindig is az volt, hogy azok a játékosok, akik hármat vásárolnak ilyen jellegű Structure deckekből, azok egy picit kompetitívebb szemmel láthassák a játékot. Tehát egy három darab ilyen igazából elég kéne legyen, meg persze némi ez az összeszerzett kártyákból összedobni egy olyan pakét, ami lokálokon még akár jól is tud teljesíteni. Most ez az utóbbi időben változott, mert egyre és egyre inkább vérszegényebb structure deckeket kaptunk. Gondolok itt ugye a Charmeresre, az Ice Barrierre. Sokan mondják, hogy ez is egy kicsit vérszegény pakli lett, ugye ez a Cyber Strike. Én nem mondom ezt. Szerintem tulajdonképpen a Sacred Beast-es Structure Deck óta ez a legjobb Structure Deck, ami kijöhetett. És most nem csak az Infinite Impermanence reprintre gondolok, ami ebben található. Ebben a videóban ezt fogjuk megnézni. Úgyhogy kibontok egy ilyen structure decket, majd Edo próba összedobok. Igazából már össze van dobva egy pakli, amit majd akcióban láthatok is három párbaj formájában. Úgyhogy intro és kezdjük! Első bontás facecam-mel. Ezt a két structure deck-et pedig elpakolom. Bontsuk ki. Első kártya, Cyberdark Chimera. Cyberdark Realm. Cyber and Dragon. Nem tudom, hogy miért Ultra Rare, tehát ezt... ez számomra egy rejti, hogy miért Ultra Rare-re adták ki, de most már van egy Ultra Rare kiadású Cyber and Dragon-om. Sőt, igazából három, mert ugye három structure-eket vettem. Furának érződött a háta pedig. Itt az új boss monster, Cyber Dark and Dragon, Cybernetic Horizon, Cyber Dragon Hertz, Fusion Deployment. Narvinak a pakliában kell ez a kártya. Vicces, hogy most fél attól, hogy koronás, úgyhogy megkért arra, hogy dobjam be a postaládájába, úgyhogy ez egy érdekes helyzet. Infinite Impermanence, én ajánlom, ha nem is szereted a Cyber paklit, vagy a Cyber Darkokat, legalább ezért az egy kártyáért, mert most még olcsó a struktúr pakli, háromat könnyen be lehet szerezni belőle, aztán már egy rémálom lesz. És akkor ennyit a holókról, itt van nekünk az első kamunok, Attachment Cyber, Cyber Dragon, a 2 millió modik reprint, Zwei, Drey, Anzwei, Polizei, de hier, és akkor nem tudok németül. I don't speak Deutsch. Nexte, Kor, Pharos, nem tudom, ez egy Power Monster sem akar lenni, csak amivel javar gyengé. Fali, ezt a lapot nem láttam már régóta játszva, nem tudom, hogy még egyetlen releváns kártya. Phoenix, és akkor itt vannak a Cyber Darkjaink. Horn, Edge, Kill, Cannon, Claw, és akkor itt vannak a kiegészítő kártyák, néhány Union Dragon kártyól nézem. Langling, Jizukiro, Sadless Reincarnation, Gizmek, Gizmek Orochi, The Serpentrion Skies Nasher,
Gelboga, Eternal Cyber, most már a barátokat nem előtt, Eternal Cyber, Cyber Repairplan, Emerged Cyber, Cyber Lord Fusion, Cyber Dark Impact, Cyber Dark Inferno, Future Fusion, Fusion Tag, Machine Duke, Limited Removal, és most a csapdák, Cyber Dark Invasion, Cybernetic Revolution, Powerwall, Call of the Hunted, Parazoid, Canadia, Cybernetic Overflow, és itt vagyunk a maradék kártyáknál, vannak ugye ezek a kis promók, Duel Links, meg Legacy of the Duelist, meg a Dawn of Majesty boosterhez, és akkor ugye az extra, legalábbis ami maradt még a többiből, Over Dragon, Darkness Dragon, Cyber Dark Dragon, és ugye a valamiért külön kell tenni, mert miért nem, Power Bond és Overload Fusion. Ez volt ugyebár a pakli, és ezeket beszlívelem, mert beszlívelem, most már össze tudom rakni a paklit, és akkor mi meg most ugorjunk Edo próba. Nobu ott hagyta abba, hogy ő Dark Magician-nél játszott, most Dark Magician ellen és kikapott. Na, én ez ellen játszottam elsőnek, és azért, hogyha láttatok valaha dominálást, ez az. Tehát én kezdek, Canon, Horn, ugye Realm, Claw, és akkor ugye ez már így, ahogy látjátok, ez már az alap Cyber-Dark Cyber Dragon combo, tehát ha néztetek deck profilt az elmúlt időben, ez az. Ez az, ahogy játsszák. Akkor kikeres, igen, Inferno, Machine Dupe. És akkor ugye, nem szerintem mindenki látja, mi a helyzet. Infinity. És akkor a Realm, már megidézem Hornt, Horn maga alá csatolja a Canont. És akkor ugye tovább passzolom. És akkor mi van nekem itt, mert nem tűnik soknak. Van ugye egy mezőkártyám, ami unaffected-dé teszi, és targetelhetetlenné teszi a Hornt. Egy Omni-Negate-em, még egy Omni-Negate-em, és egy interakcióm, ami egy pusztítást jelent, vagy egy csatolást. Szóval az ellenfele megidézi a Darkman Kishan Road-ot, amit nem engedek ugye az Infinite Impermanence miatt. Ugye a Servalantot aktiválná, ezt benegálom Infinity-vel, ugye Magician Souls, azt meg ugye elpusztítom a Lizével, az Invasion-nel, és akkor húzok egy lapot. És így nagyjából megakadályoztam, hogy bármit is csináljon, ugye Dogmatica Punishment, ez most mindent csinál neki, csak pont nem segít. Ugye Infinity Negate, tehát és maga alá csatol, meg minden. Úgyhogy tényleg most nem nagyon segített neki semmi. Igen, Dogmatica. Igen. Nem tudom, miért impermáztam, mert amúgy nagyon jó lett volna későbbre meghalni, mert úgyis úgy is letörde a pályáját az Infinite Negate. Tehát egy jó ideig most arról lesz szó ebbe a párbajba, hogy ő akar csinálni valamit, Infinity-vel negételem. Mert tényleg nehezen tudtam ebből az izéből kijutni, de végül is a Naxter megoldotta a dolgot, úgyhogy 7 körömbe telt, de a Dark Magician-t legyőztem, tulajdonképpen dominálva, mivel hogy nem engedtem, hogy bármit is játsszon. A következő duelem HP-ákkal volt, illetve Tribe Brigade. Tribe Brigade, HP-ja, tehát Winged Beast fókuszú. Ugye én kezdek,
És akkor Inferno, Claw, most Canon, bocsánat, Horizon. Csinálom itt a kombókat. Core, Ward, keresi a Hornt, Horn megidéz, Canon talácsator, tehát ez egy majdnem hasonló, tehát az Infinity-t leszámítva, ez egy nagyon hasonló board. Annyi egy minusz negate, de ugye Invasion, Impermanence, ez egy gyakori board, ami azt mondom, hogy egy okés, egy control deckhez képest okés. Annyi, hogy a korral kezdhettem volna valamit, mert ugye egy két lábon járó bogzsák ebbe az állapotba. Tehát HP-ja, ugye benegételem, mert először azt hittem, hogy ténylegesen HP-ja. Most egy csomó chainlink megy végbe, meg ugye minden hülyeség, droplet, érdekes mód, és ezért imádom, hogy a Dragoon ellen volt kikészítve ez a kártya, hogy ez a kártya nem targetel, de cserébe az Inferno-ra, tehát a mezőkártyámra is egy autót jelent. Ami frusztráló. Na, tehát akkor Tri-Brigade, én nem értek ez a paklihoz, tehát őszintén tényleg nem tudtam, hogy mire akar kiukadni. Végül is ez maradt az állás a második kör végére. Neki volt egy Shrink Omen-je, egy Harpia Parfumer és egy Tri-Brigade Keras. Szemben az én három kártyámmal, ami ott van a pályán, ugyebár. Legalábbis gondoltam én, de aztán Simorgra váltott. És lockdown-olt, tehát ugye Barrier Statue lockdown-t akart ugye csinálni, arra nem is számítva, és gondolom nem is tudta, hogy a Cyber Dark Buckley az normál summon fókuszú. Azaz ez a kártya, tehát a Barrier Statue nem adott meg semmit. Olyan szinten semmit, hogy a következő kártya, amit felúsztam, ugye az Edge, maga alá csatolja az Attachment Cybert, majd ugye az Invasion is, és Buster Lock. Kész. Ennyi. Tri-Brigade meg ugye tudjuk nem megy sokra az extrája nélkül. Akármelyik változatát is nézzük. Nem tudta megoldani. Tehát most kombózna, meg ugye maga a saját kártya is lockdown-t jelentett. És ez volt a párbajom vele. Miután a végén kicsit helyre szedtem magamat, és tényleg kontroll helyzetet alakítottam ki, sikerült győzzek. A leghosszabb duel, amit játszottam, az pedig ugye Mr. Skystriker ellen nyomtam. Hú, de utálom azt a paklit, esküszöm, tehát ha az engaged, nem tudom, hogy mi a francnak kellett visszahozni. Ez a pakli a sülyeztőben kellett volna végezze, mikor bannolták a legfontosabb kártyáit. De mindegy. 10 körömbe került ez a párba, és ugye ezt elvesztettem. Ugyanis nem mutathattuk csak egy olyan három párbajból álló kis demonstrációt, ahol csak én nyerek. Mert ez nem reális. De viszont az, hogy 10 körig kihúztam, és majdnem, hogy nyertem a végén, azért jelent valamit. Ugye elindítjuk a replayt. Ugye én kezdtem. Core, Ward. Tehát ennél a pontnál azt hittem, hogy full kombom van, és tényleg nem is tudtam, hogy mivel játszik. Mert tényleg ez a kombó az így úgy ment, ahogy én akartam. Az Infernót leszámítva, ugye a visszaköszönő board, Impermanence, Realm, Horn, egy Core, és ugye a Horn alá csatolt valamilyen kártya. Na most az a vicces, hogy ezen a pakli ellen, tehát a Skystriker ellen igazán jól esett volna egy Buster Lock, mert ugye a Link szörnyei azok pörgetik ugye a spell trappeket, így viszont nagy bajban lett volna, mert tényleg csak azzal tud dolgozni, ami már a kezében van, illetve felhúz. Jó, mondjuk a pakli
azt hiszem 90% a varázslap, úgyhogy nem lett volna nagy kunszt kihúzni egy varázskártyát, úgyhogy ja. Folytatván ugye kihúz a Kagarit, ami most nem is Kagarit, mert Rayt, és tehát Sky Striker féle megmozdulás. Azért tudhattam volna, tehát hogy az Impermát hiába akarom én ezt most behasználni, Kagarira kellett volna elhasználjam, most meg ilyen hülye helyzetbe ragadtam, ahol ugye a vesztes oldalra állok jelenállásban, viszont ugye bármilyen helyzetből lehet fordítani, ugye megaflit, és tulajdonképpen ebből a helyzetből kicsit visszaálltam a győzelmi állapotba, tehát én voltam közelebb a győzelemhez, úgymond. Sajnos az engage az engage, tehát ja. Kagari, engage vissza, és ugye nem one spare turn, mert minek. És itt mutatkozik talán az egyik legnagyobb gyengesége a Cyberdark paklinak, miszerint hogyha letörlik a hátsó részt, tehát ugye a spell trap zont, azt így akkor igazából nagyon nehezen építi vissza magát, ha még a keresői sincsenek kézve. Tehát nagyon keresés fókuszú ez a pakli, ami egy viszonylag jó dolog, mert ugye ha egy kártyát beeseznek, még nem probléma. A paklit igazán a drawlockből öli meg, legalábbis ezt a vajzőjét, amit én játszok. Viszont jelen állásban nehéz és igazából lehetetlen fordítani, ha nincsenek keresői. És akkor most ugye üres board, tehát igazából bármelyik szörnyet kiúztam volna, jobb állásban lettem volna. Igen, tehát itt misplayeltem egy nagyot, mert egyszerűen csak lehívhattam volna Claw-t. Nem tudtam, hogy nincs több Cyber Dark a paklimban. Az a nagy helyzet. Nem számoltam a kártyákat. Az a lényeg, hogy... tehát... Claw... támadhatott volna 1006-tal, ami később sokkal jobb helyzetet eredményezett volna, és ez tulajdonképpen a győzelmembe került. Bár azt meg kell hagyni, hogy ezzel most többszörösen is átkevertem a paklit, ami lehet, hogy egy jó dolog volt végeredményben. Tovább. Tehát visszajön a Zék, Zeke, Ekebeke, Zekemeke, Kagari, Engage, meg nem One Spare Turn. Igen, tehát megy, kombózik, Hayate, támad, Mill. Tehát hatodik körnél vagyunk, tehát lassan zárjuk be fel a párbajt. És eléggé a vesztő oldalon állok. Ugye, amit látjátok, viszont a második megaflip nagyjából megoldotta a boardot, de ugye mivel hogy videóankor azért, na, és ugye még egyszer videóankor, mert ankor nem, miért ne? Tehát nem tudom, ha valamit utálok a Sky Strikerbe, az az, hogy egy hiperkonzisztensen ki tudja hozni magának a dolgokat, illetve egy csomó varázslata van mindenre, amit az NFL tud csinálni. Ezt utálom benne. És ugye... na, tessék, old meg! Na most itt százszorta jobb döntéseim is lehettek volna. Ugyanis ahogy nézem, egyik kártyusemmel mondja azt, hogy pusztítson el egy szörnyet az én oldalamról. Tehát tényleg semmi. Itt, mivel hogy játszom meg a variánsba a kimaratek Overdragont, egyszerűen mehettem volna érte, nem tudom hány materiáért és nem tudom hány támadásért. Ez egy misplay volt, tehát mehettem volna ezért, vagy 10 támadásért, és akkor később látjátok, Hayatét megvédi a csatában való leütéstől, illetve a kártya effektekkel való pusztulástól. És az a nagy helyzet, hogyha
tízszer támadtam volna meg, akkor is nyertem volna. Akkor már nyertem volna igazából. Ezzel így viszont az a nagy helyzet, hogy megtámadom egyszer, 600, dob egyet. Megtámad még egyszer, veszít 600-ot. Megtámadom még egyszer, lemegy 1000-re, ennyi. Ezzel nagy hibát követtem el, ugyanis így most le fog győzni, mert van egy ray a kezébe, és az a kettő pont elég ahhoz, hogy kiüssenek. Kíváncsiságból ugye Cyber Emergency lett volna a következő kártyám, még tudtam volna keresni, talán lett volna valami, mivel meg tudom oldani ezt a boardot, vagy ugye Power Bond, vagy egy másik megoldás, hogy Power Bonddal hoztam volna egy Cyber Twin Dragont, és akkor... De mivel hogy a Ray az a kezében volt, nem tudtam megnyerni ezt a párbajt. Na mindegy. Tehát összegezvén, én azt mondom, hogy ez a pakli egy jó pakli kontroll téren, bár én inkább valahol a kontroll és a kombó téren játszom, valahol középúton, mert tényleg valahogy utálom ezt a két szélsőséget. Tehát a combo deckeket rühellem, mert 10 perc mire én is körre jutok, és aztán tulajdonképpen az a vége, hogy feladom, mert 13 negéten hogy jussak át. A kontrollt meleg eleve utálom, mert ugye én szeretek játszani, nem az, hogy nem. Floodgate, te nem játszasz, jó? Nem játszasz. Tehát ezt valahogy így utálom. Viszont ezt a paklit igazából fun-nak tartom, és én azt mondom, hogy ja, érdemes megvenni a három structure-t, főleg, hogy ez a pakli, amin van, előveszem megint a deck profile-t, bár azt hiszem mutattam már, vagy ha nem mutattam, akkor most még egyszer mutatom. Ja, ezt tulajdonképpen össze tudjátok dobni. A main decket tulajdonképpen úgy, ahogy van, össze tudjátok dobni a structure-ből, annyi, hogy ezt a Buster Dragont kell ugye beszerezni, illetve az extrában, ami igazából drágábbak, az a Nuts, nem tudom, hogy kell ezt kiejteni, meg Infinity, meg nem tudom, lehet meg a Fleet, nem tudom őszintén megmondani, de tulajdonképpen amikor már igazából csak az extra az, ami igazán drága, igazán nem, és még azok sem drágák igazából, tehát annyira nem vészesek, igazán nincs kifogás, hogy miért ne építsél meg egy ilyen paklit. Hogy, ja. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Találkozunk a következőben. Sziasztok!